Ízig-vérig rangadóra van kilátás, már csak azért is, mert az említett két csapat mindkét eddigi mérkőzését elvesztette a felsőházban. A Veszprém előbb a Nyíregyháza ellen, majd a Reac ellen is 2-1-es vereséget szenvedett. Mindeközben a Berettyó Újfalu meg is szerezte a vezetést, egy gólszerző Rafinha, ez gyors volt. Visszakapta Rabl, 2-0-ra vezet a Berettyó Újfalu. Pontatlan próbálkozás, Korcsváros! Koncsol Norbertet pedig piros lappal kiállította, a játékvezető kézzel ért a labdába. Fehér Zsolt pedig egy sárga lapot kapott. Egyelőre jól védekeznek a hazaiak, ember hátrányban is. Nagy Imre azonban megszerzi Berettyó Újfalu harmadik találatát, Őri beleért, nem tehetett róla. Nagy Kevinnek nem jó, Gerencsérnek annál inkább. Gerencsér, mezei vég. Kézgyanú szituáció. Juhász Dávid szemben volt az esettel, jelezte is. Hölgyeim és uraim, Alekszandr Gavrilovics találatával szépít a Veszprém. Marad a labda a Veszprémnél. Rux. Nagy Kevin olvasta. Ott a negyedik vendégtalálat. Most viszont ott van a Berettyó Újfalu 5. találata. Hát magának a csapatnak én úgy gondolom, hogy az a minimális elvárás minden egyes egy játékostól, aki ezt a címet felveszi, illetve hogy 1000 néző kilátogat a csarnokba, hogy az első sípszótól az utolsó sípszóig menjen és küzdjön, még akkor is, hogyha az eredmény nem úgy alakul, ami számunkra kedvező, illetve a játék sem úgy alakult, ahogy számunkra kedvező volt. De ezt tudtuk nagyon jól, erről beszéltünk már én szerintem veled is, meg többször is lenyilatkoztam, hogy egészen addig, ameddig a helyzeteket nem fogjuk berúgni, addig nem fogunk tudni majd mérkőzést nyerni ebbe a felsőházi küzdelmekbe, és egészen addig, ameddig egy-két játékos nem érzi magáénak azt, hogy ebbe a csapatba játszhat, és a mérkőzés elején teljesen indisponáltan, megijedve azért, mert egy Berettyó Újfalu látogat hozzánk, és ajándékozunk 2 gólt az ellenfélnek, így nem lehet mérkőzést nyerni, így nem lehet mérkőzésen játszani, de ezt is már többször mondtam, hogy a tanulási fázisban van jó pár játékosunk. Az idősebb játékosok, csúnyán fogalmazva, rommá vannak már járatva. A csúcsok csúcsát járták meg az alapszakaszban, és hozták a csapatnak a mérkőzéseket. Valahol várható volt ez, hogy a meghatározó játékosaink előbb-utóbb ki fognak pukkanni, akár egy ilyen találkozón is, és rossz döntéseket fognak hozni, de ezt vehetjük az előző két találkozóra is. Föl kell emelni a fejünket, és tovább kell mennünk, mert van még 7 mérkőzés a felsőházi rájátszásban, és vannak még kupaküzdelmeink. Azt gondolom, hogy a felsőházban minden mérkőzésünk nehéz, bizonyítja ezt az előző két találkozó is, és az, hogy 5-1 volt az eredményjelzőn a meccs lefújásánál, az nem jelenti azt, hogy ez egy könnyű siker lett volna. A sokat számított, hogy az elején sikerült 2-szer is betalálnunk, az talán megnyugtatott minket egy kicsit, de utána kiélezett mérkőzés volt. A második fél időben a Veszprém folyamatosan jött az 5-4-es játékkal, amit mi próbáltunk megfojtani már azzal, hogy letámadjuk őket. Nem mindig sikerült, ebből kerekedett ki egy ilyen nagy adok-kapok szinte a második fél időben végig. Aztán egyszer csak sikerült gólt rúgnunk belőle, de előtte volt egy 6 méteres is, úgyhogy volt itt minden. Nagyot küzdöttünk, nyilván örülök neki, hogy nyertünk, azért az 5-1 az így nagy arányú győzelemnek tűnik, de egyáltalán nem volt könnyű ez a mai meccs. Az, hogy teljes mértékben büszke vagyok el, ha ezt erre kellene válaszolnom, akkor azt mondom, hogy nem. Mert láttam olyan dolgokat a pályán, amiken van bőven mit javítani. Együtt kell mozognunk, együtt kell dolgoznunk, bármi történik a pályán. Ha letámadunk, akkor azt együtt kell tenni, ha visszaállunk, azt együtt kell. És sokszor azt látom, hogy nem értik meg egymást a játékosok, pedig azért
elég régóta együtt van ez a mag, úgyhogy ezen még javítanunk kell. Pénteken ismét meccsünk lesz, úgyhogy jön a Deac, nem sok időnk van rá, de át fogjuk.